Andy Vajna 1944-ben született Budapesten. 1956-ban 12 évesen egyedül menekült el Magyarországról és a Vörös Kereszt segítségével Kanadába emigrált. A család végül Los Angelesben talált ismét egymásra. A Kaliforniai Egyetemen tanult, majd az egyetem mozgókép kezdett el dolgozni. Andy Vajna a világ egyik legnagyobb tekintélyű producere volt. Producerként 59 film fűződik a nevéhez, köztük olyan világszerte ismert és elismert alkotások, mint a Szabadság szerelem, a Zenedoboz, a Rambó filmek, az Angyal szív, a Terminátor, az Evita vagy a Jákob lajtóriája. Az 1997 és 2019 között gyártott magyar filmek közül a legmagasabb nézőszámot Andy Vajna filmje a miniszter lépérte el. Számos híres színésszel dolgozhatott együtt pályája során. Enni Vajna soha nem felejtette el magyar gyökereit, és mindig odafigyelt a magyarországi filmiparra. Kormánybiztosként 2011 óta a magyar filmszakma érdekében dolgozott, irányítása alatt a magyar film újra a világ élvonalába emelkedett, így emlékezik rá a Magyar Nemzeti filmalap. Alap. Vezetése alatt olyan nagy magyar filmsikerek születtek, mint a Saul fia, a Nagyfüzet, a Kincsem, a Testről és Rélekről, az 1945 és a Bújék. Szerepe a a magyar filmipari felendítésében elvitathatatlan. A Vajnakorszak alatt a Nemzeti Film Alap által támogatott magyar filmek több száz nemzetközi díjat nyertek el, köztük az Oscárt, a Golden Globot és az Aranymedvét. Az elhunyt világhírű producerről Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke Facebook oldalán emlékezett meg. Hasta la vista, Andy. Köszönök minden barátom. Búcsúztatta egy közös képpel. A Magyar Nemzeti Filmalap Andy Vajnát saját halottjának tekinti.